Jó napot kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm a szolgálatban nézőit. Mai műsorunk fő témája a nyár, de emellett szó esik egy kábítószer terjesztő hálózat felszámolásáról és egy 130 millió forintos cipőlopásról is. Ha tehetik, akkor feltétlenül tartsanak velünk, higgyék el, megéri. Lássunk is akkor hozzá. Ha nyár, akkor sokszor esik szó arról, hogy mi mindent kell tennünk azért, hogy megelőzzük mondjuk a szabadtéri tüzeket, illetve a szabadtéri rendezvényeken milyen szabályokat kell betartani. Erről hallhatnak az elkövetkezendő percekben, mégpedig stúdiónk vendége jóvoltából. Lakatár Gábor tűzoltó őrnagy, a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője ül itt a stúdióban. Sok szeretettel köszöntöm. Jó estét kívánok! Az Országos és a Vas megyei Tűzmegelőzési Bizottság tavaly óta tevékenykedik, és fontos céljuk az, hogy felhívják a figyelmet a tűzgyújtással kapcsolatos szabályokra, és megpróbálják megelőzni, vagy a minimálisra csökkenteni a tűzesetek számát. Nagyon fontos feladat ez, de talán először arról beszéljünk, hogy az esztendőnek melyik időszakában legjellemzőbbek a tüzek, melyik a legveszélyesebb időszakok? Legveszélyesebb időszakra leginkább a tavasztól ősz tartó időszakot emelnénk ki. Tavasz esetén nyilván a kerti hulladékok elégetése, a nyári időszakban pedig a betakarítási munkákból fakadó tüzesetek, illetve gépek tüzei, amint ősszel pedig az őszi munkálatok során a kerti hulladékoknak az elégetése, avval száraz füvek elégetéséből fakadóan keletkeznek ezek a tüzek. A tavaszi időszakon már túl vagyunk, de itt van a nyakunkon a nyár, ilyenkor mire kell figyelni, milyen szabályokat kell betartani, mondjuk a kiskertekben, kezdjük ezzel. A nyári időszakban, mint ahogy egész évben is, a települések önkormányzatai rendelkeznek helyi égetési rendelettel. Helyi rendelet szabályozza azt, hogy mely napszakban és mely időszakban lehet a kerti hulladékot elégetni. Természetesen ezek az égetések nem azt jelentik, hogy nem kell a további jogszabályi előírásokat figyelembe venni, hanem ugyanúgy a tűzvédelmi szabályok, tűzvédelmi előírások betartása ez kiemelt figyelmet jelent egy ilyen tevékenység végzése során. A kerti hulladékok égetésénél fontos az, hogyha nagy terjedelmű tüzet kívánunk tehát égetni, akkor fontos az, hogy be kell jelenteni ezt a területileg illetékes tűzoltóságra, illetve a Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra 24 órával az égetés megkezdése előtt. Mennyire vagyunk szabálykövetőek? Én azt veszem észre, hogy ebben az égetésben, illetve a kerti hulladékok megsemmisítésében fejlődött a megyei, illetve a szombathelyi lakos, tehát fejlődtek a lakosok is. Pont ebből fakadóan, amikor a tevékenységét elkezdte a Tűzmegelőzési Bizottság, akkor közel az első fél évben közel 100 olyan szabadtéri tűz volt a megyében, amikhez a Katasztrófavédelmi Hivatásos Egységének ki kellett vonulni. Elmondható az, hogy ebbe az évben, tehát 2011-es év első fél évében ez az ötödére csökkent ez a szám. Na ez nagyon jelentős változás, hát, ez örömteli. Én ez köszönhető a Tűzmegelőzési Bizottság munkájának, köszönhető annak a propagáló figyelemfelhívó és tájékoztató anyagoknak, amiket az önkormányzatoknak, az iskoláknak, önkéntes tűzoltóegyesületeknek, illetve a helyi médiumokon keresztül eljutottunk a lakosság felé. Ebben leírtuk azokat a fontos jogszabályi előírásokat, amit minden esetben be kell tartani, és minden esetben figyelembe is kell venni ezeket a jogszabályi előírásokat. Ebből a számból is látható azt, hogy valamelyest fejlődött a Vas megyei lakosság, és betartja ezeket az előírásokat. Hál' Isten, de azért bizonyára vannak problémák is. Melyek a leggyakoribbak? Problémák nincsenek, én úgy látom. Ami jelenthet kiemelt figyelmet egy ilyen égetésnél, az többször is jelentkezett, mégpedig az, hogy az égetést végző személyek azok vagy ott hagyják ezt a tüzet, nem kellőképpen oltják el, nem bizonyosodnak meg arról, hogy az utolsó parázslást is megszüntették, és ebből fakadóan lehet esetleg röptűz, ami tovább viheti ezt a tűzesetet, illetve azt, hogyha nincsen bejelentve ez az égetés, és esetlegesen téves jelzésként vonulnak ki oda a tűzoltók. Lépjünk túl a kiskerteken, és beszéljünk általában arról, hogy hol lehet tüzet gyújtani.
Tüzet gyújtani kijelölt tűzrakóhelyeken lehet. Ugye a nyári szezonról is beszélve a túrázók, kirándulók tömegeit vonzza az erdőterület. Az erdőterületeken mindenhol vannak kijelölt tűzrakóhelyek a megyében. Ezeknek az erdőterületeknek az ellenőrzését a katasztrófavédelmi kirendeltségek, illetve a megyei igazgatóság is végrehajtotta. Az ellenőrzések során hiányosság nem került megállapításra. Minden esetben a kijelölt tűzrakóhelyek tűzvédelmi szempontból megfeleltek az előírásoknak, és ezeknél a kijelölt helyeknél pedig az ott tevékenységet végzők pedig betartották, illetve be is tartják ezeket az előírásokat. És arra nem volt példa, hogy valaki vagy valakik nem egy ilyen kijelölt helyen gyújtottak tüzet, aztán utána baj lett ebből? Nem volt még példa. Nem volt, ez nagyon nem jó. Volt példa. Hál' Isten, akkor ebből a szempontból is szabálykövetőek vagyunk. Nyilván, hogyha nyár, akkor mindannyiunknak jól esik az, hogy a kertben, az udvaron, az erkélyen, vagy akár egy erdőben a kijelölt tűzrakó helyen sütögetünk, főzünk, grillezünk. Ez is járhat veszélyekkel. Járhat veszélyekkel, így van, de most, hogyha én a kertemben például végzek egy akár sütögetést, vagy kerti grillezést, az ugyanolyan veszélye járhat, de ennek a megakadályozása, illetve a tűznek a továbbterjedése az csekély eséllyel bír. Tehát ott azért a kiskertek nem jelentenek olyan veszélyt, hogyha kerti sütögetést végzünk, de ott sem lehet figyelemben kívül hagyni azt, hogy tűzről van szó. Beszéljünk egy kicsit az adatokról, bár néhányat már említett, hogy mennyire gyakoriak a szabadtéri tüzek a nyári időszakban. Számok is mutatták, így van, ez betudható a megelőzési munkának, illetve a tájékoztató munkának. Én úgy látom és azt veszem észre, hogy az emberek jogszabálykövetőek, és ennek örömére mondhatom azt, hogy a katasztrófavédelem munkája is jóval kevesebb, így az is csökken. Plusz munkát jelentenek a szabadtéri rendezvények, hiszen nyáron ezeknek a száma is megszaporodik. Itt mire kell ügyelni, milyen szabályokat kell betartani? Szabadtéri rendezvények vonatkozásában szintén tájékoztató anyagokat küldtünk ki, illetve felhívtuk a települési önkormányzatok jegyzőit a jogszabályi előírások betartására. Ezzel kapcsolatosan két jogszabály foglalkozik, az egyik zenésztáncos rendezvényeknek a jogszabályi előírásával, milyen biztonsági tervet kell készíteni, illetve annak milyen tartalma van, milyen tűzvédelmi előírásokat, menekülési útvonalakat, tűzoltókészülékeket kell elhelyezni, és ezeket hogyan kell megvalósítani. Ezzel kapcsolatosan a megyei igazgatóság, illetve a katasztrófavédelmi kirendeltségek ezeket a rendezvényeket folyamatosan ellenőrzik, hogy azokat a tervben rögzített biztonsági előírásokat betartják-e. Az idei évben ebből hiányosság, ez a szankció nem került megállapításra, tehát mindenhol követik a jogszabályi előírásokat. Mindezekről tájékoztatni kell a vendégeket is, akik részt vesznek a rendezvényeken, mondjuk egy menekülési. Így van. És ez is megvalósul? Ez a biztonsági tervben kerül leírásra, tehát ott van egy olyan, hogy milyen táblával kell ezt jelölni, utánvilágító táblával, jól látható módon, és ezt a vendégek már, amikor a rendezvény területére a létesítményen belépnek, akkor ezt jól láthatóan ők is szemügyre vehetik, és ezzel segítik azt, hogyha ténylegesen valamilyen esemény van, akkor a kiutás az minél hamarabb megtörténjen. Nehogy probléma legyen. Ön nagy úr, köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk és tájékoztatta mindenről a nézőket. Köszönöm szépen. Kisiklott és kigyulladt egy vasúti kocsi, ami egy személyautóval ütközött a vasúti átjáróban. És mindezen túl az autó egy veszélyes anyagokat szállító kamionnal is ütközött. Ezúttal nem egy valódi balesetről esik szó, nem egy ilyen valódi esetnél intézkedtek a katasztrófavédők. Az együttműködést és a gyors kárfelszámolást gyakorolták a mentésben résztvevők. Nézzük az eredményt. Szombathelyen a Puskás-Tivadar utcában védett vasúti kereszteződésben egy figyelmetlen autós vonattal ütközött, majd egy veszélyes anyagot szállító teherautónak csapódott. A gáz szivárogni kezdett, a vonaton utazók veszélybe kerültek, az autó utasai beszorultak a járműbe.
Egy szimulált balesetnél gyakoroltak tűzoltási, műszaki mentési, iparbiztonság és lakosságvédelmi feladatokat mentésben résztvevő szervezetek munkatársai. A mai napon a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltói állomány és a megyei igazgatóság mobil laborja, valamint a társ és együttműködő szervezetek, vasúti igazgatóság, a Volán rendőrség, illetve a mentőszolgálat szakemberei, valamint a VP szakközépiskola közösségi szolgálatos diákjai tartottak egy közös együttműködési katasztrófa felszámolási gyakorlatot. Az egységek a kiérkezéskor azonnal megkezdték a vonaton utazók és az autóba szorult utasok kimentését, valamint a vonat tűz megfékezését. A teherautóból szivárgó veszélyes anyagot habbal semlegesítették a tűzoltók. Az akció célja az volt, hogy begyakorolják, milyen azonnali intézkedéseket kell ilyen esetben végrehajtani. A szimulált bevetést a gyakorlatvezető zárta. A feladatmegoldást megfeleltre minősítette. Ahogy a műsor elején ígértem, továbbra is maradunk a nyárnál, nyári témáknál, annak érdekében, hogy nehogy az öröm ürömmé váljon, mondjuk egy strandolás során, vagy akkor, hogyha a család elmegy nyaralni. Nem árt óvatosnak lenni, és hogy mi mindenre kell figyelnünk, azt megtudhatjuk a következőkben szakértő vendégünktől. Németh Andrea rendőrőrnagy, a Vas megyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályának főnyomozója. Köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok! Kezdjük a strandolással, bár ezekben a napokban nem éppen strandolásra alkalmas az idő, de lesz még nyár, bízzunk benne. Mire kell figyelni annak érdekében, hogyha mi boldogan fürdőzünk, pancsikolunk, akkor nehogy haza út előtt kellemetlen meglepetés érjen bennünket, mondjuk azt tapasztaljuk, hogy eltűntek dolgaink. Az értékeinkért mi magunk vagyunk elsősorban felelősek, tehát azt ne várjuk, hogy akár a mellettünk letelepedett szomszédok, vagy akár a biztonsági szolgálat mindenkire vigyázni tud. Tehát mi magunknak kell tennünk elsősorban a saját értékeink biztonsága érdekében. Ezért is van az, hogy a fürdők területén van értékmegőrző. Ennek a használata sokkal kisebb összegbe kerül, mintha a mi értékeinket valaki illetéktelenül eltulajdonítaná. Az, hogy törülközővel letakarjuk a hátitáskát, az nem a megfelelő biztonságot. Pedig valljuk be, általában ezt tesszük. Igen. Én nem preferálom azt, hogy aki kimegy oda a strandra, az elsősorban szórakozzon és pihenjen. Ne vigyen értékes technikai eszközöket, e-bookot, iPad-et és értékes mobiltelefont, de ha már mindenképpen úgy gondolja, hogy ő ezzel is szeretné a pihenő idejét tölteni, és közben elmenne lubickolni, akkor bízunk meg valakit, aki addig, amíg mi lubickolunk egy barátot, egy ismerőst, hogy addig vigyázzon a mi értékeinkre, mi táskáinkra. Nagyon sokszor előfordult az, hogy kivisszük a hátizsákot, és bent marad akár a mobiltelefon, illetve a gépjármű kulcsa is. Na most a gépjármű kulcsát éppen úgy egy pillanat műve onnan kiemelni, és kimennek az elkövetők a strand területéről, megcsipogtatják a központi zárat, és már hűlt helyét találjuk a gépjárműveknek. Tehát ezért elsősorban a bűnmegelőzési alosztály arra hívja fel a figyelmet, hogy az értékmegőrzőt használjuk, és ezzel már nagyon sok minden bűncselekményt, illetve bosszúságot meg tudunk előzni. Ennek a sok éve tartó bűnmegelőzési munkának, figyelemfelhívásnak látszik már valami fajta eredménye? Kevesebben bízunk a törölközőben, és többen vesszük igénybe mondjuk az értékmegőrzőt? Úgy gondolom, hogy igen, ettől függetlenül minden szezon előtt föl kell hívni a figyelmet, és ismételni kell ezeket a hasznos információkat, mert ugye felnő egy generáció, és vannak, akik először mennek, és mehetnek egyedül a strandra, és bizony az ő figyelmüket is ezekre a fontos hasznos információkra mindig fel kell hívni. Azért még jellemzőek ezek a strandlopások? Jellemző, de nem gyakori. Tehát előfordul, hiszen alkalom szüli a tolvajt. Megszüntetni én úgy gondolom teljes mértékben nem lehet, de a rendőrség is, a fürdők biztonsági személyzete is, illetve mi magunk állampolgárok is azon vagyunk, hogy minél kevesebb bűncselekmény történjen a strandokon. Aztán nyáron nem csak a strandokra megyünk szívesen, hanem fesztiválokra, nagy rendezvényekre is. Egyik követi a másikat az ország minden pontján, és mindenféle tematikájú megtalálható ezek között, itt sem árt az óvatosság. Így van, és ha nem csak a fesztiválon, de tényleg egy nagyobb rendezvényen, vagy bármilyen
nagyobb tömeget vonzó területen a legfontosabb az, hogy a táskánkra figyeljünk. A táskát mindig szorosan magunk mellett tartsuk, a húzózáron legyen rajta a kezünk. Ne a hátizsák külső fakjába kis zsebébe rakjuk az értékeinket, a kulcsot, a mobiltelefont, hanem igenis egy belső zsebbe jobban, nehezebben hozzáférhető helyre tegyük ezeket a termékeket, illetve dolgokat, illetve másik, ugye a férfiak előszeretettel a farzsebben holdják a briefkójukat, na most ez sem szerencsés megoldás. Igen, azt egy pillanat alatt ki lehet volna emelni. A férfiak vagy a nők a felelősség teljesebbek ebből a szempontból? Mi a tapasztalat? Úgy gondolom, hogy a nők, hiszen a férfiaknál... Elhúzott cipzárral, vagy kihúzott cipzárral kevesebb nő sétálgat ilyen rendezvényen, mint mondjuk farzsebben tartott pénztárcával. Igen, egy férfiú. Én úgy gondolom, hogy a férfiak kevésbé hordanak maguknál táskát. A kis autós táska esetleg, és akkor marad a pénztárca, a briefkó, amit a farzsebbe tesznek, jobb esetben ugye a zakó zsebében, de a legnagyobb melegben zakó sincsen rajtuk. És a hölgyeknél azért van táska. És tényleg azt mondom, hogy ezek az új divatnak megfelelő táskák, amikor ugye a kis könyökhajlatban van a táska, nem gondolom, hogy a legbiztonságosabb eszköz. A vállon átvetett, és tényleg szorosan magunk mellett hordott táskák azért az már a biztonságot jelenti. El kell ismernem mindezt, amit elmondott. Zsebesek, de mennyire jellemző, hogy zsebesek működnek, tevékenykednek, garázdálkodnak egy ilyen rendezvényen? Úgy gondolom, hogy ugyanúgy alkalmanként. Tehát egyértelmű, hogy vonz őket a nagyobb rendezvény, a nagyobb tömeg, és ezzel együtt a lehetősége annak, hogy ők valamilyen hasznot húzzanak, de természetesen civil ruhás rendőrök és egyenruhás rendőrök épp úgy jelen vannak ezeken a rendezvényeken, és ki tudják szűrni azokat a személyeket, akik ismertek ilyen jellegű tevékenységükről. Lépjünk tovább. Nyaralás. Akár több napra, több hétre is elutazhat a család otthonról, és ott marad őrizetlenül a lakás vagy a ház. Mire ügyeljünk, hogy amikor hazaérünk, akkor ne érjen bennünket kellemetlen meglepetés? Mindig elmondjuk azt, hogy amikor több hosszabb időszakra elmegyünk otthonról, akkor a legfontosabb az, hogy bízzunk meg valakit a lakás felügyeletével, bízzunk meg valakit azzal, hogy a postaládánkat folyamatosan üdítse, hiszen egy nap alatt is már reklámújságokkal és egyéb termékekkel tele van a postaláda. Ez így van. És kifolyik belőle, és egyértelmű, hogy arra lehet következtetni, hogy itt valaki egy-két napig nem volt itthon. A szomszéddal vagy rokonnal mindig mozgassuk meg az ablakokat, húzassuk fel a redőnyöket. Nagyon figyelni kell és ügyelni kell arra, hogy például családi házaknál az elmúlt időszakban előfordult az, hogy a ház mellé fektetett létre, vagy a szem előtt lévő létrát igénybe véve fölmásztak a magasabb szintekre, illetve a felsőbb szintekre a családi házakban. Tehát nagyon, nagyon sok mindenre kell figyelni. Beszélhetnék például az építészeti biztonságról is, hogy a lakás láthatósága, beláthatóságát hogyan kell meggátolni, akár egy sövénnyel, akár kerítéssel. De alapvetően ott kezdődik a biztonságunk, hogy nyílászárókat bezárom, amennyiben van bármilyen elektronikai, mechanikai, biztonságtechnikai eszközünk, azokat élesítsük be, illetve valamilyen mozgást mindenképpen mutasson a lakás környéke, ház környéke, és nagyon jó megoldásnak tűnik az időzített kapcsoló is. Tehát amikor időnként a zenét, a technikai eszközöket bekapcsolja, vagy éppen a lámpákat fel és lekapcsolja ez a technikai eszköz, innentől kezdve gondolhatnál... És azért ez ma már nem megfizethetetlen. És nem megfizet, így van, hozzá. Ez nem megfizethetetlen, és azért a biztonságunk ennyit bőven megér. Ha nincs módunk arra, hogy elutazzunk több napra, több hétre, azért mondjuk egy kertes házban időről időre előfordul, pláne nyáron, hogy hátra megyünk a kertbe, vagy éppen a hátsó teraszon grillezgetünk, hogy az előző témához is kapcsolódjunk egy kicsit, ilyenkor is adódhatnak gondok. Igen, nagyon sokan azt mondják, és főleg az idősek, hogy hát a kit kapirgálok hátul a kertben, úgyis látom, hogy kimozog az utcán, úgyis látom, hogy kimozog az én kis ajtóm előtt, kerítésem előtt, de legyen egy nehezebben kihúzható gaz, vagy legyen bármi, ami eltereli a figyelmét, és tényleg azt mondom, hogy az elkövetők pillanatok alatt felmérik, hogy nyitva van az a lakásajtó, nyitva van az ablak, besúrannak, beugranak, és nagyon gyorsan,
a rutinosak nagyon gyorsan rátalálnak azokra a kis helyekre, ahol az idős személyek az értékeiket, a kis nyugdíjt, meg takarításokat tárolni szokták. Ilyen esetek azért nyugdíjasokkal fordulnak elő gyakrabban? Nem feltétlenül. Itt azért ez egy hosszabb és egy összetettebb dolog, hiszen amikor a postaládán ki van írva, hogy valaki özvegy, akkor feltételezik azt, hogy ő egyedülálló. Ha gyakrabban körbenéznek a ház környékén, akkor látják, hogy csak egy személy mozogott a házban, vagy a ház környékén. Tehát mindig kell, hogy figyeljünk, és nem árt az óvatosság ilyen szempontból. Sem, igen. Legyen ez a végszó. Köszönjük szépen tanácsokat. Remélem, hogy sokan megfogadják mindezt. Bízunk benne. Veszélyes lehet a tiltott helyen fürdőzés. Nemrégiben 2 haláleset is történt a régióban. Sorkifaludon egy fiatal férfi a Sorokpatakba fulladt. Kemendollárnál pedig egy 16 éves fiú holttestét találták meg az Ala folyóban. A figyelmeztetések ellenére minden évben történik hasonló tragédia, elsősorban a szabad vizeken. A bányatavak és folyók olcsóbbak ugyan, mint a kiépített strandok, de veszélyesebbek is. Sokat kockáztat az, aki nem a kijelölt helyen fürdőzik. Kiszámíthatatlanok a mederviszonyok, gyorsan mélyülhet a víz, ezen kívül az úszadékfák, az elvadult növényzet és az erős sodrás is meglepheti a fürdőzőt. A megyében összesen 4 kijelölt strand működik tavaknál. Fürdőzni ott lehet, ahol azt tábla nem tiltja, tehát a minisztériumi övezetként kijelölve, illetve amit külön fürdőhelyként eszerint megjelöltek. Kifejezetten hol tilos fürödni? Tilos hajózási útvonalak, hajózási létesítmény területén, tehát 100 méteres körzetében, vízi sporteszközök közlekedésre szolgáló területeken, útvonalakon, tilos éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, hogyha a vízfelett meg van világítva, ilyenkor a mélyvíznek a határaig, a terjedő megengedettségnek a határa, tilos egészségre ártalmas vizekben fürödni. Tilos utal, az kifejezetten tábla tiltja. Fontos megjegyezni, hogy mind a fürdőzésre kijelölt területeket, mind pedig a tilalmi zónát ezt megfelelően táblával jelzik, a parton táblával, a vízben bójával. A rendőrség a nyári szezonban rendszeresen ellenőrzi a tiltott helyen fürdőzőket. Ha valakit tiltott fürdőzésen kapnak, 3 eljárási mód lehetséges, mégpedig a szabási trójához igazodóan az első szint, az a figyelmeztetésnek a szintje, ez a legenyhébb szint. Ilyenkor a hatóság kifejezi a rosszallását, és ugye a szabási körülményei olyanok, illetve az elkövető személy körülmények olyanok, hogy magától a figyelmeztetéstől kellő visszatartó és nevelő hatás várható, ilyenkor felhívjuk, hogy jövőben tartózkodjon az ilyen jogsértő magatartástól. Hogyha ennek a körülményei nem állnak fent, akkor a következő lépcsőfok a helyszíni bírság. A helyszíni bírságnak az összeg az 5000-től 50 000 forintig terjedhet, hatalmasan ismételt elkövetés esetén pedig 70 000 forint lehet ez az összeg. Ki mindenki helyszínbírságolhat, ki van feljogosítva erre, a rendőrségen kívül a közterületfegyelő, a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi és a halászati őr. Egyébként szoktunk ilyen rendőrséget közös szolgált keretében is végrehajtani. A harmadik lépcsőfok pedig, ha mindezekről már nincs lehetőség, akkor a szabálysértés feljelentés, itt a pénzbírságnak az összege az 5000-től 150 000 forintig terjed. A tiltott helyen fürdőzés amellett, hogy balesetveszélyes, egészségügyi kockázattal is jár, a nem kiépített strandokon ugyanis nem ellenőrzik a víz minőségét. További kockázatokról beszélgetünk a következőkben, tehát maradunk még a fürdőzésnél, és akitől jó tanácsokat kaphatnak a következőkben, Márovics Pál, mentőtiszt, a Szombathelyi Mentőállomás állomásvezetője. Üdvözlöm, köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Jó estét kívánok! Maradjunk tehát a fürdőzésnél, ezt is időről időre elmondják önök, elmondjuk itt a televízióban, de nem árt ismételni, hogy mi mindenre kell figyelni akkor, hogyha egy kellemes napot szeretnénk eltölteni, mondjuk egy nyílt vízi fürdőzéssel. Lehetőleg csak a kijelölt helyen fürdőzzünk. Ez azért is fontos, ezek biztonságos vizek, és ezeken a kijelölt strandokon valamilyen szintű elsősegélynyújtás, vízimentő jelen van. Nagyon gyakran előfordul, vagy előfordul olyan, hogy riasztják önöket fürdéssel kapcsolatos balesethez, amikor nem kijelölt helyen fürdőztek mondjuk az emberek? Megyénkben viszonylag kis számban, én a vízimentőknél is dolgozom a Balatonon, ott valóban ez jelentősebb veszély. Mi mindenre ügyeljünk még, hogyha szeretnénk fürdőzni, adjunk néhány jó tanácsot. Nagyon fontos az, hogy teli hassal, felhevült testtel, főként ittassam, vagy esetleg kábítószer, vagy valamilyen nyugtató, túl nagyobb dózisban lévő hatás alatt semmi esetre sem menjünk vízbe.
Hogyha valaki nagyobb távot kívánna úszni, kijelölt vízbe is ezt cél a parttal párhuzamosan megtenni, hiszen van lehetőség, ha mondjuk olyan helyen kíván úszni, ahol kevesebben vannak a bójasorokon belül, és követve a partot, nagyobb távolságot megtenni. Említett sokféle jó tanácsot, vagy előfeltételt, hogy mit figyeljünk, mielőtt bemegyünk a vízbe. Melyik az, amelyek a leggyakrabban megszegünk mi strandolók? Mi a legtöbb problémát okozza? Ugye főként fiataloknál, hogyha hirtelen megy a vízbe. Tehát ezért nagyon fontos, hogy fokozatosan lehűtse a testét. Előtte egy kicsit bemosakodjon, lemossa magát, hiszen pont a ritmuszavaroknak, a hirtelen szívhalálnak nagyobb a veszélye abban az esetben, hogyha felhevült testtel megy a És ez fiatalok esetében is ugyanolyan veszélyt jelent? Sajnos a másik, ami a fiataloknál a sekélyvízbe fejes ugrás, ami egy potenciális veszély, és bizony nagyon gyakran ennek egy gerincsérülés, vagy egy egész életre szóló rokkantság a vége. Említette a különböző nyugtatókat, vagy a kábítószereket is. Ilyen is előfordul? Ilyen esetekhez is riasztották már önöket? Most területünkön nem tudok ilyen esetről beszámolni, de sajnos nagyon sok ilyen designer dolog van, ami egyre divatosabb a fiatalok között. Említette a balatoni munkáját. A Balatonon mi okozza a legnagyobb problémát? Melyek azok a szabályok, amelyet mi strandolók a leggyakrabban megszegünk? Főként az, hogy ne engedjük főleg gyermekeinket egyedül be a vízbe. De adott esetben idősebb személynél is fontos, hogy ne egyedül legyen. Tehát valaki legyen a közelébe. A Balatonnál nagyon fontos, hogyha valaki víz alá jutott, hogy jelöljék meg azt a helyet azért, hogy a vízimentők tudják, hogy potenciálisan, ha időben ott vannak, hogy hol kell utána kutatni. Ez mindig visszatérő gond, hogy amit megjelölnek helyet, végül is, amikor már hatható segítség nem lehet, hiszen csak a buvár hozza föl az elmerültet, az jóval odébb volt. Persze, a sodrás elviheti, de sok esetben tévednek, amikor megpróbálják mutatni, jelölni, hogy hol is történt ez a baj. A nyár azért más veszélyeket is rejteget, nem csak akkor, hogyha strandra megyünk, már a nagyobb vagy magasabb hőmérséklet, a hőség is problémát okozhat. Mire figyeljünk? Hát a közlekedési baleseteknél azt látjuk, hogy inkább az időjárás változás esetén nyugtalanabbak, feszültebbek, türelmetlenebbek, főleg az autósok. De ez az egy minden időszakában jellemző. Igen, de azért, amikor már beáll a nagy meleg, vagy éppen már túl vagyunk a lehűlésen, akkor talán kevesebb. Tehát mindig a változás időszaka az szokott ilyen baleseteket hozni. Nyilván ilyenkor megnövekedik a reakcióidő, mire figyeljünk, milyen tanácsokat ad? Induljunk el időben. Igen, ez a legfontosabb, és ezt a legnehezebb betartani talán. A legtöbb baleset megelőzésében talán ezen a legfontosabb, hogy hiszen a legtöbb feszültségnek vezetés közben az az oka, hogy elkésik valaki, és érzi, hogy őnek is ijednie kell. És akkor másként reagál le bizonyos dolgokat, hogyha tudja, hogy még van ideje. A hőség nem csak a közlekedőkre jelenthet veszélyt, hanem akár otthon is előfordulhat velünk sok probléma, pláne hogyha valamilyen egészségügyi problémával kell megküzdenünk. Milyen veszélyhelyzetek vannak, mire kell figyelnünk? Ugye főleg az idősebbeknél fordul elő, akik kevésbé érzékelik azt éppensége, hogy nagyon felmelegedett az idő, és megszokásból öltöznek, hogy vastagon, rétegesen öltöznek. Nagyon sok közterületi ájulásnak ez az oka. Ugye az ő szempontukból az is fontos lenne, hogy a napi dolgaikat, a bevásárlást, a postát, az akármit, azt ne a dél közepén intézzék, hanem vagy reggeli órákban, vagy a késő estiben, hogy ezeket megelőzhetően. Nagyon sok folyadékot igyanak, tehát az a napi 2 liter az meg legyen. Lenge textil öltözékbe öltözzenek, ami hát sajnos az időseknél nem jellemző, hanem inkább vastagon öltöznek. De azt gondolom, hogy a fiatalokra is ugyanúgy vonatkozhatnak ezek a tanácsok, akár a folyadék, akár hogy ne a legnagyobb hőségben induljunk el mindenféle ügyes-bajos dolgunkat elintézni. Még az egészségügyi kockázatokról beszéljünk. Egyre gyakoribb az, hogy klímával felszerelt irodában, lakásban, épületben üldögélünk, vagy autóban. Aztán egyik pillanatról a másikra 25 fokból kilépünk a 35 fokos szabad levegőre. Ez is rejt kockázatokat.
Igen, én mindig a saját autómban is ezt úgy szoktam beállítani, hogy figyelembe veszem a külső hőmérsékletet, és a külső hőmérséklettől mondjuk adott esetben egy 8-10 fokkal veszem lejjebb a klímát, és nem jelentősen, illetve hosszabb úton én át is szoktam szellőztetni az autót, tehát mondjuk, hogy egy ilyen tengerparti hosszabb úton vagyunk, leszoktam kapcsolni legalább óránként egy 5-10 percre, és átszellőztetem az autót, ugye. Főleg akinek mondjuk a torkát zavarja, ha kiszárad a levegő, főként fontos ez. Irodában nagyon lényeges szerintem az is, hogy a klíma az ne közvetlenül az irodában dolgozó személybe jöjjön. Tehát ebből egy nagyon könnyen egy nyaki, ízületi válfájdalmak lehetnek, gyulladás. Melyek a leggyakoribb esetek, amelyekhez riasztják önöket a nyári hónapokban, és ami mondjuk a hőmérséklettel, a nyári kánikulával kapcsolatos? Hát talán a közúti balesetek száma. Uh-huh. Ugye főleg itt a Nyugat-Dunántúlon a nagy átmenő forgalom miatt is talán ez magyarázata annak, hogy egy kicsit a közúti balesetek száma emelkedik meg. Nem jelentősen, de van emelkedés. Uh-huh. Ilyenkor jellemző az, hogy a különböző keringési megbetegedésekben szenvedők panaszai is felerősödnek, és mondjuk többször kell őket kórházba szállítani, vagy nincs ilyen kiugró statisztika? Ez megint inkább az időjárás változás napjaiban figyelhető meg. És megint, ha már lehűlt, akkor utána kevesebb, ha már felmelegedett, utána kevesebb az ilyen bejelentés és a megbetegedés. Én bízom abban, hogy nem lesz túl sok feladatuk az elkövetkezendő hónapokban. Bízom abban is, hogy figyeltek a nézők, és legalább néhány dolgot megjegyeznek, és megfogadják a tanácsokat, amelyeket köszönünk szépen. Köszönöm, hogy meghívtak. Viszontlátás. Droghálózatot számoltak fel a rendőrök. A vasi nyomozók felderítő munkájának köszönhetően két megyében egyszerre csaptak le a kábítószerkereskedelemmel gyanúsított férfiakra. Az akcióban a terrorelhárítási központ munkatársai is részt vettek. Nézzük az összefoglalót. Június közepén Peresznyén és Nagycenkán egy időben csaptak le a rendőrök a kábítószer terjesztőkre. A vasi nyomozók figyelték a főként Vas megyei drogfogyasztókat kiszolgáló hálózat tagjait. A két megyén átívelő akcióban a vasi felderítők együtt működtek a szombathelyi rendőrkapitányság és a terror elhárítási központ munkatársaival. A rendőrök arra számítottak, hogy a gyanúsítottak a rajtaütéskor agresszíven viselkednek, ezért vonták be a kommandósokat. Így elfogtak egy 35 éves szombathelyi, egy 34 éves gencsapáti és egy 26 éves soproni férfit. A szombathelyi rendőrkapitányság R. László, V. Gábor és K. Ádámmal szemben kábítószer kereskedelem megalapozott gyanúja miatt folytatja az eljárást. Műsorunk végén egy elég különös esetről hallhatnak. Cipőlopásról. Nagyon nagy értékű volt, több mint 130 millió forint kárt okoztak az elkövetők. Sikerült őket elfogni? Ennek a részleteiről hallhatnak a következő percekben stúdiónk vendégétől. Szendrődi Barnabás rendőralezredes, a körmendi rendőrkapitányság vezetője ül itt. Köszöntöm a stúdióban. Azok kedvéért, akik még nem hallottak róla, bár szerintem nem sokan vannak, mert erre az ügyre mindenki felkapta a fejét, néhány mondatban mondja el, hogy mi is volt ez az eset tulajdonképpen. Hát mindenkit nagy tisztelettel üdvözlök, a tévénézőit, a kedves hallgatókat. Hát röviden nagyon nehéz lenne összefoglalni. A lényeg az ügynek, mert legösszebb azt tisztáznám, hogy az elmúlt három évben két ilyen ügy volt. Így van. Az első ügy, igen, az 2012. júliusában, amiről most szó van konkrétan a riportban. Itt 2012. júliusában tett egy feljelentést egy körmendi vállalat, egy logisztikai központ. A logisztikai központnak a lényeg az, hogy van egy nevezetes és eléggé neves cipőgyár, amely egész Európátba úgymond, hogy ellátja gyermekcipőt, nagyobb jó minőségű gyermek, illetve a fiataloknak való cipőkkel az országokat, és Magyarországon ennek a logisztikai központja. Tehát egész Európát. Innen mindegy, szállítják mindenfelé. Igen, innen látják. Több milliárd forint értékű cipő fordult meg egy évben. És ezeket a cipőket különböző kaminokkal szállítják ki, különböző országokba. A konkrét szállítmány az 2012. júniusában indult el Németországba, közel 900 000 pár cipővel, és ez egy problémát okozott és elhúzódott a nyomozás, mert közel más hónap múlva tettek, tehát az eset történt, utána érkezett meg a feljelentés hozzánk, és a lényeg az volt, hogy Németországban nem érkezett meg. És a
maga a cég, tehát a gyártócég, logisztikai központ, van egy másik úgymond szállítmányzású cég, az szintén az Ausztriában van, de maga a képviselet az viszont Magyarországon. És ugye nem érkezett meg Németországba, akkor utána keresték, hogy esetleg hol tűhetett el, próbálták felkutatni, meg megkeresni azt a szállítmányzású céget, akit megbíztak, de kiderült, hogy az a kvázi valós, de mégsem ők szállítottak, tehát nem ők szállítottak. És ezért húzódott az idő, és egy közel más hónap múlva tették meg a feljelentést. És akkor derült ki, hogy egy valós cégtől egy valós papíron valós cég szállította el a cipőket, annak a kvázi a kamionja, de kiderült, hogy a kamionon kívül semmi se volt valós, minden hamisított volt. Tehát az, hogy kiadták a cipőket a kamionnal odaérkező embereknek, az úgy teljesen rendjén volt, mert hogy minden papírjuk rendben volt? Igen, elméletileg. Elméletileg. És ugye nyomozással ezt kiderült, hogy valóban, tehát hogy maga a logisztikai központ valós volt, a cipők valósabban voltak, a célállomás valós volt, de utána kiderült, hogy a kamiont hamis iratokkal bérelték, utána maga az egyéb iratokat, fuvarlevelet, illetve egyéb iratokat is, jogosítványt például ugyanúgy hamisítottak, és a cég is, amivel bérelték a kamiont, az egy valós cég volt, annak is hamisították az iratait, és azzal bérelték egy másik cégtől a kamiont, és azzal jöttek körmendre. Szinte már követhetetlen, de hát igen, van, mert nem lehetett egyszerű. Bocsánat, tehát és ezért volt, hogy két irány volt a nyomozásnak alapban. Egyrészt volt mindenképp a maga a kamionnak a belépése és annak a lenyomozása, továbbá a másik volt az értékesítési vonal. Mert az szerencsére már egy-két hét után kiderült, hogy nagy valószínűséggel Magyarországon vannak a cipők, Magyarországon kerültek forgalomba. De visszatérnék rá, tehát nagyon nagy volt az időintervallum. Ez megnehezítette a munkát, igen, azért másfél hónap után. Igen. És ez ki is jött után a nyomozásnál, azért körülbelül olyan 10%-os kármégtől is tudtunk csak elérni, de az egyértelmű, hogy lehetett azonosítani a cipőket, tehát kvázi összességben az összeset, hogy milyen csatornán került ki a forgalomba. Egyértelmű, hogy ott is hamisítottak már számlákat például, utána interneten próbálták, tehát magyarán megvolt a maga az értékesítési vonal, annak is a felderítése, az oda kapcsolódó személyek. Tovább egyértelműen fény derült rá, és lehet sikerült azonosítani, hogy ki volt a kamionsofőr, aki ellen, amikor azonosított a kollégák, akkor már 8 állfotóparancs volt a személy ellen, a miánk volt a kvázi a 9. Hasonló ügyekben? Igen, hasonló bűncselekmény miatt, és az elfogását azt a budapesti célkörözési egységgel közös hajtottuk végre, nagyon nagy segítséget nyújtottak, mert több hónapba került, amire a szemét sikerült kvázi lokalizálni a tartózkodás helyét és elfogni, mert állandóan változtatta a címeit, változtatta a papírokat, az iratokat, tehát magyarán alámerült és úgymond, hogy bujkált, mert kiderült, hogy nem csak ez volt az egyetlen egy cselekménye volt az országba. Elég sok területen követett el, elég sok megyében, városban követett ilyen cselekményeket, és ezeket is sikerült felderíteni, és azokat felvettük a kapcsolatot azokkal a szervekkel, és oda átadtuk az ügyet. Tehát magyarán csak körmenden ezen bűncselekmény, illetve ehhez kapcsolódó közvetlenül kapcsolódó bűncselekmény kerültek felderítésre, és kerültek vádra most. Az összefogás is kitűnik mindabból, amit elmondott, tehát az ország hatóságainak is össze kellett fognia, de volt-e határon túli szállat dolognak? Gondolok erre azért, mert hogy német cégről van szó, vagy osztrák szállítmányozásról, tehát külföldi hatóságokkal is együtt kellett működniük? Ebben a konkrét ügyben nem itt kellett, nem volt. Hanem itt tehát olyan tisztázott, hogy maga a célállomás az valós, maga a fuvarnak a kiadása valós, de utána már csak magyarországi szálak voltak, és egyértelműen sikerült azonosítani, hogy Körmendről nem Németországba ment a fuvar, hanem Győrbe, ott egy raktárba helyezték el, ott volt egy bizonyos ideig ebbe a raktárba, ott kiszedték a maga a raklapokról, illetve a nagyobb csomagolásba kiszedték, és utána egy másik kamionnal szállítottak fel utána Budapestre, ahol szintén másik raktárba került. A kamiont azt viszont elhagyták Vámosszabadi térségébe, amivel elkövették a cselekményt, és utána pedig Budapesten egy raktárból, és akkor onnét történt az értékesítés. Az értékesítés különböző vonalakon. Tehát volt, ami konkrétan, hogy különböző üzletekbe esetleg került, vagy volt, hogy internet. Ez sem tűnt fel, vagy ez is szabályosan ment, vagy látszólag szabályosan, hogy kikerült egy üzletbe
ilyen lopott cipő, lopott papír, vagy hamis papírokkal? Igen, igen, igen. Ahogy mondja, nagyon jól. Tehát próbálták legalizálni számlákkal. Aha. Tehát ha egy üzlet tulajdonosa beszerzett így módon cipőket, akkor nem is feltétlenül kellett, hogy gyanítsa, hogy itt valami probléma van, mert nem, hogy nem, itt... Nem, nem, nem. Hát már jó minőségű, tehát volt kvázi a számla, csak utána, amikor ez visszajött minden pörgetve, akkor derült ki, és utána akkor már ugye próbáltak a szemek eltüntetni, de nem tudták, már azért időbe sikerült, mert volt több úgymond kvázi ugye realizálások, mondjuk elfogások, voltam egy időben 6-7 helyszínen volt különböző lakásokban, üzletekben voltak házkutatások, lefoglalások, és így egy időben sikerült összegyűjteni azért a bizonyítékokat, és utána nem tudtak már eltüntetni semmit. Mennyi embert érint ez az ügy, hogy minden szálat megpróbálunk sorra venni? Hát konkrétan a nyomozás során és a vádemelés 6 személye szembe történt, 2 személy vonatkozásában orgazdaság, akik az értékesítésben voltak benne, volt 3 személy vonatkozásában csalás, mert ők ugyanúgy, tehát a jogi minősítés az mindenképp, tehát ők kvázi, a úgymond kvázi rábízott dolgot ugye tulajdonították el, bűnös módon, illetve egy személy, aki volt a kamionsofőr, ő lopás büntet, mert egyértelmű lopás követett el, és őt több cselekménnyel, mert a kamion is kiderült, amit béreltek, és hát például konkrét példa, tehát most Kovács, mit tudom én, elnézést a Kovácsra vezettek, például Kovács Géza, a szemét Kovács Gézának hívták, a céget, amitől bérelték a kamiont, az szintén egy Kovács Géza nevezető, mint egy Kft. Volt, tehát ilyen is volt, és utána, amikor ugye a személye feled végül a valós tulajdonossal, meg a cég tulajdonossal, ő megmondta, hogy hát, hogy ez nem valós, és ő nem is bérelt, és az ország másik felén ott bérelték a kamiont, amivel először egy teljesen más jellegű vontatmány volt, egy kavicszállító, azt eladták utána, tehát azt eladták szintén, és utána megint béreltek egy másik vontatmányt, és azt át kellett alakítani, és azzal szállították, amely egy zárt szelvényi autó kellett, a kamion, és azzal szállították el a cipőket. De ez félelmetes, hogy mennyi mindenre gondoltak az elkövetők, az is, hogy itt 6 embert említ, és hogy mennyire jó szervezett volt ez a rendszer. Jellemző ez? Hát igen, az utóbbi években ez az ügy is ezt bizonyítja, hogy a személy az elfogását megelőzően körülbelül durván 3 éve szabadult a korábbi büntetéséből. Uh-huh. És abban, vegyük ezt, tehát nem egész 3 évben hasonló cselekményt követett el. Sikerült ezért feltérképezni a kapcsolati körét is, illetve akikkel követett ilyen cselekményeket, és ahogy az előbb már említettem, azokat átadtuk más főkapitánsoknak vagy kapitánsoknak az ügyeket, de egyértelmű, hogy erre szakosodtak. És manapság az interneten fenn van a cégnek elérhető a címe, mindenféle azonosítója, tehát nagyon könnyű hamisítani iratokat, illetve bélyegzőket is, de maga a cégeknél viszont, így este fel is hívtuk ebbe az ügybe is a figyelmet, meg utána is, hogy az érintett cégeknek, hogy a bizalomnak azért nem szabad, hogy mondjam, ennyire lazának lenne a bizalomnak. Mert ebben az esetben is, mert általában egy szállítmányzásnál sokkal több fuvar be van vállalva, mint adott esetben, esetleg van rá kapacitás. Ezért van az interneten is, hogy eladnak fuvarokat. Ebben az esetben is volt. Tehát magyarán az én cégem vállal, mint 100 fuvart, vagy 500-at, de nem tudok, és akkor utána például az ön cég, és hogy átvesz 50 fuvart. Persze. Tehát ez minden tovább nélkül ez szabályos. De ha itt ebben az esetben, amikor vannak meg pláne nagy értékű, mert itt is ugye hát azért a valós érték azért több mint 130 millió forint volt. Itt ebben az esetben is, hogy megtörtént volna az, hogy csak a céget, tehát maga, amikor beérkezik, van biztonsági szolgálat, mert mindenképp lehet kontrollálni, el is mondtuk, hogy milyen rezsimintézkedéseket kellene bevezetni, és már az be is vezették azóta. Lekontrollálták volna, hogy önöktől, hát itt a kamion, és akkor mondták volna, hogy milyen kamion van? Hogy abban a pillanatban kiderült volna, ugye ez nem olyan, hogy például mindegy, veszek egy fagyit, és akkor ez pillanatokat lejátszódik, tehát egy húzamosabb idő. Tehát megvannak a tanulságai is ennek az esetnek, reméljük, hogy sokan megfogadják ezeket a tanácsokat, hogy hát, ne forduljon elő hasonló. A lezredes úr, köszönöm szépen, köszönöm. És gratulálok önnek és a kollégáinak ehhez a munkához. Kedves nézőink, ennyi fért a mai magazinba. Én köszönöm szépen munkatársaim nevében is, hogy velünk tartottak, és hiába tört ki a nyár, a szolgálatban nem lesz nyári szünet, júliusban is várjuk önöket, viszontlátásra.
Együttműködő partnerünk a Stihl Ruhagyár.